Köszönöm a lehetőséget, nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó minden munkatársát, akik ma is részesei a kormányinfónak, illetve köszöntöm azokat, akik a sajtó segítségével és közreműködésével követik a kormány munkáját, és a televíziót nézve, illetve a rádiót hallgatva kapcsolódnak be a mai kormányinfóba. Tegnap a kormány éjszakában nyúló ülést tartott, és jó néhány napirendet megtárgyalt. Szeretnék erről röviden tájékoztatást adni önöknek, és ezt követően pedig állok a rendelkezésükre kérdéseket illetően. Igyekszem megválaszolni azokat a felvetéseiket is, amelyeket a legutóbbi kormányinfo alkalmával fogalmaztak meg. Először is azzal kezdeném, hogy a miniszterelnök kérésére a belügyminiszter úr és a külügyminisztérium képviseletében Magyar Levente államtitkár kollégám részletes tájékoztatást adott a párizsi merénylet, a párizsi tragikus események körülményeiről, illetve nemzetközi következményeiről. Mindenek előtt szeretném a kormány nevében ismételten kifejezni együttérzésünket minden francia áldozat hozzátartozója és a francia nép irányába. A magyar kormány meggyőződése, hogy a franciák elleni támadás minden magyar ember elleni támadást jelent. Ennek jegyében és az elmúlt napok eseményeinek jegyében a kormány a terrorveszéllyel kapcsolatban több döntést is hozott, amelyek között vannak alapvetően szakmai jellegűek. Mai napon megjelenik az a kormánydöntés, amelyben terrorellenes koordinációs központot fog felállítani a kormány, amely nem egy politikai testület, hanem egy olyan koordinációs szervezet, amelynek az a feladata, hogy a fokozódó terrorveszély idején a magyar belbiztonsági szerveknek a munkáját érdemben összehangolja. A titkosszolgálati jelentések és a helyzetértékelés megerősítette a kormányt abban a szándékában, hogy Magyarországon fokozni kell a biztonsági szintet. Magyarul a magyar választópolgárok biztonságát és védelmét a következő időszakban az eddigiekhez mérten még inkább garantálni kell. Tekintettel arra, hogy egyre több titkosszolgálati információ erősíti meg azt a fajta benyomást, képet és állítást, amely az illegális bevándorlást és a terrorcselekményeket, elkövetőket érdemben összeköti. Mire gondolok? Nyilvánvaló tény, hogy az illegális bevándorlást felhasználva, arra idézőjelbe téve, rátelepülve egyelőre megbecsülhetetlen számú terrorista és terrorcselekmény elkövetésére kész és alkalmas személy érkezett Európába. Ezt nem csak a nemzetközi sajtóértesülések, hanem a nemzetközi titkosszolgálati együttműködés is érdemben erősítette meg. Tekintettel arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, tekintettel arra, hogy az iszlám államnak a Balkánon a bosnyák helyzetet illetően vállalt és nyíltan bejelentett céljai vannak, a magyar belbiztonsági szervekre a következő időszakban fokozott felelősség hárul annak érdekében, hogy minden magyar honfitársunk biztonságát garantálni képesek legyünk. Kétségtelen tény, hogy ma Magyarország, ahogy ezt a nemzetközi sajtó tegnap és a mai napon is megállapította, Magyarország az Európai Unió tagországai közül a bevándorlás politikájának köszönhetően az egyik legbiztonságosabb ország. Azzal, hogy képesek voltunk 400 ezer Magyarország határaihoz érkező illegális bevándorló után megállítani a bevándorlási hullámot, azzal, hogy Magyarországon az elmúlt napokban csak néhányan érkeztek a határhoz, és csak néhányan próbálkoztak meg belépni az országba, ezzel jelentős mértékben voltunk képesek a V4 tagországokkal közösen, az ő együttműködésüket elismerve és megköszönve, képesek voltunk az ország biztonsági kockázatát csökkenteni, illetve képesek voltunk a választópolgárokat, a ránk bízott választópolgárokat megvédeni. Ez azért nagyon fontos dolog, mert úgy gondolja a kormány, hogy ma az Európai Unió és maga Európa gazdag és gyenge egyszerre. Ami a legrosszabb kombináció, hogyha egy közösség gazdag, és hogyha közben gyenge. Az Európai Unió ma védtelen, az Európai Unió jó néhány tagországa képtelen megvédeni a terror veszély idején az országa polgárait. Az ország számára ma a legfontosabb kérdés, hogy védelmet tudjunk biztosítani a bevándorlással, az illegális bevándorlással szemben, és azzal szemben is, ami erre az elmúlt hetekben rátelepült.
Látható, hogy ez nem egy egyszeri akció, hiszen a német belügyminiszter figyelmeztetése minden Európai Uniós tagország és minden Európai Uniós polgár számára intőjel. Németországot és Európát fenyegetik a terroristák. Lényegében az Európai Unió területén minden országban veszélyhelyzet van, ahogy a német belügyminiszter az elmúlt napokban megfogalmazta. Ezért tartjuk elengedhetetlenül szükségesnek a magyar rendészeti és belbiztonsági szervek együttműködését és megerősítését is, hiszen az Európai Unió nem tud érdemi döntéseket hozni, képtelen 2 éve már ennek a helyzetnek a megoldására, és láthatóan az Európai Unió területén az Európai Unió nem képes a választópolgárok biztonságát garantálni. A tagállamoknak, így Magyarországnak, aki idézőjelbe téve frontország, magának kell helytállnia. Még egyszer szeretném aláhúzni, hogy a V4-es együttműködés keretében nyújtott támogatást szeretném megköszönni, és szeretném azokat az országokat a kormány nevében biztosítani, akik biztosítani arról, hogy amennyiben részt vesznek a bevándorlás ellenes küzdelemben lát Szlovénia, a magyar kormány jövőben, mint eddig, minden támogatást, fizikai támogatást és humán erőforrásbeli támogatást, anyagi támogatást kész és képes majd biztosítani. A Belgiumban zajló események, a Hannoverben lezajlott események, a Brüsszelt ért folyamatos fenyegetések, a német belbiztonsági helyzet, azok a mindennapi információk, amelyek óránként érnek el önökhöz és érnek el a kormányzati szervekhez, nyílt és nem nyilvános információk, még egyszer szeretném hangsúlyozni, azt erősítik meg, és ezért készítik a kormány cselekvése, hogy Magyarországon a készültséget fokozni kell, és sokkal jobban kell odafigyeljünk a választópolgárok biztonságára. Szeretném azt is aláhúzni, hogy abból, hogy Európa gazdag, az Európai Uniós tagországok a világ országai között gazdag országnak számítanak, ugyanakkor gyengék, az is világosan következik a kormány tegnapi helyzetértékelése, és ez volt, hogy vérszemet kaptak azok, akik gyöngíteni akarják Európát, vérszemet kaptak a különböző terrorista csoportok, és kihasználják Európa gyöngeségét és Európa védtelenségét, az európai biztonsági rendszerek védtelenségét is. Egyrésztről érzékelhetően, láthatóan és tapasztalhatóan rátelepedtek a jelenlegi modernkori népvándorlásra, másrésztről pedig ennek minden következményével együtt szabadon és kontrollálatlanul áramoltak be Európába. Olyanok, akik potenciális veszélyt jelentenek Németországra, Franciaországra és talán Magyarországra is. Szeretném ezért aláhúzni azt, hogy Magyarország továbbra is tiszteletben tartja a bevándorlással kapcsolatos olyan tagállami álláspontokat, amelyek a bevándorlás szükségességét húzzák alá, és tiszteletben tartjuk azoknak az országoknak a véleményét és álláspontját döntéseivel együtt, akik bevándorlás politikát folytatnak és meghívják a bevándorlókat. De ez nem jelenthet veszélyt Európára, ezért Magyarország a végletekig ragaszkodni fog ahhoz, hogy a bevándorlás csak ellenőrzött, kontrollált keretek között történhet meg Európa irányába. Tehát Németországnak joga van bevándorlókat hívni, a német vezetőknek joguk van meghívni a bevándorlókat Európa és Németország terített asztalához, de ez csak ellenőrzött és kontrollált keretek között történhet, és természetesen úgy, hogy ez ránk nézve kötelezettséget nem jelenthet. Nem jelenthet, tehát a meghívó félnek kell viselni a felelősséget a bevándorlás kapcsán. Adós vagyok válaszokkal bevándorlási ügyekben, és ezt most szeretném is megtenni, hogy a fölmerült kérdéseiket és részben a kvóta, illetve a visszatoloncolási rendszer kérdéseit megválaszoljam. Először is azt szeretném önöknek elmondani, hogy 473 olyan menedékkérő tartózkodik ma Magyarországon, aki nyitott befogadó állomáson van, ez jelenti Vámosszabadét, Nagyfát és Bicskét, és szintén mintegy 470 fő tartózkodik olyan őrzött befogadó központban, Békéscsabán, Nyírbátorban, Debrecenben, ahol őrzött befogadó központról beszélünk, tehát itt a terület le van zárva. A menekültügyi eljárás időtartama alatt azok, akik a menekültügyi eljárásban részt vesznek, napi 3-szori étkezésre számíthatnak, illetve különböző ellátási formákra. Nemzetközi védelem valamely formájában eddig mintegy 480 ember részesült 2015. november 16-áig. Ez jelenti, hogy menekült, oltalmazott és befogadott státuszt kapott. Szeretném elmondani önöknek, hogy
ezeknek a Magyarországon tartózkodó bevándorlóknak a kontrollja folyamatos, és természetesen nem csak számukra biztosítunk ellátást, hanem fokozottan ügyelünk a saját magunk biztonságára is ezzel kapcsolatban. Szeretném azt is elmondani, hogy 400 ezer embernél tartunk, akik Magyarországon léptek be illegálisan az Európai Unió területére 2015-ben. Ugyanakkor a kerítéssel kapcsolatban csak nyomatékosítani szeretném, hogy amióta a kerítés áll a szerb-magyar és a horvát-magyar határon, azóta lényegében nem jön az országba senki. Ennek köszönhető az, hogy folyamatosan csökken azoknak a száma, akik a befogadó állomásokon vannak, vagy akiket kitoloncolás, kiutasítás fenyeget. Itt szeretném azt elmondani, hogy mintegy 700 ítélet született az augusztus végén, illetve ősszel hatályba lépő új rendelkezéseknek megfelelően. Ezeknek az embereknek a Magyarországról való kiutasítása és kitoloncolása folyamatos. Nyilván azoknak az országoknak az együttműködésével, például Szerbiának az együttműködésével, ahová ezeknek a személyeknek a kiutasítása és kitoloncolása fizikailag megtörténik. Kérdezték tőlem a legutóbbi sajtótájékoztató és korábbi alkalommal is, hogy mi történik azokkal, akikkel kapcsolatban megszületik a jogerős ítélet, és mégsem tudjuk kiutasítani őket, kontroll alatt vannak, és természetesen a kiutasításuk folyamatos, és miután beérkezés az országban nincs, a számuk folyamatosan csökken. Szeretném azt is elmondani önöknek, hogy a kormány áttekintette a Fidesz és a KDNP közös akcióját, amely a kvóta ellenes aláírásgyűjtésre vonatkozik. Különösképpen tettük ezt azért, hiszen a magyar parlament a héten törvényben kötelezte a végrehajtó hatalmat, hogy a kvótával kapcsolatos, a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos európai bizottsági döntést az Európai Bíróságon támadjuk meg. Szeretném megköszönni a kormány nevében minden eddig aláíró honfitársunknak a támogatást. Pártállástól függetlenül azt hiszem nagy szükségünk van arra, hogy a magyar társadalom felhatalmazását is megkapjuk a törvényhozás mellett. Ahogy hallottam, a Fidesz bejelentette, hogy túl vagyunk az 500 ezredik aláírón. Én azt tudom mondani, hogy a választókerületemben soha nem látott aktivitással írnak alá a választópolgárok, független attól, hogy rám vagy ellenem szavaztak 2014-ben, és attól is teljesen független, hogy 2018-ban hova fogják adni a szavazatukat. A választókörzetem egyik kiemelt körzete a potenciális illegális bevándorlásnak, hiszen Nagylak határánál megjelentek az első illegális bevándorlók az elmúlt hetekben, ezért tapasztalhatóan a választópolgárokban van félelem, kételj és aggály, másrészt pedig a Hódmezővásárhelyi laktanya az első vonalban szolgálatot teljesítő helyőrség, ahol a Magyar Honvédség erői jelen pillanatban állomásoznak, készülve arra a helyzetre is, hogyha a román-magyar határon, ne adja Isten, kerítés építésére kerülne sor. Magam azt tapasztalom, még egyszer mondom, hogy a kvóta ellenes föllépés, a betelepítés ellenes föllépés, a kötelező betelepítés ellenes föllépés igen határozott az országban, és szeretnék is a kormány nevében mindenkit arra kérni, aki a kormányinfot követi, hogy írja alá ezt a kezdeményezést, mert Magyarországnak nagy szüksége van arra, hogy megpróbálja megállítani azt a fajta jogi eljárást, amely keretében kötelező jelleggel betelepítésre köteleznének bennünket, illetve vennének, szorítanak rá bennünket. Szeretném azt is elmondani, hogy ha jók a számítások, akkor minden 13. másodpercben jön egy illegális bevándorló Európába. Ha a kötelező kvóta intézménye érvényesülni fog, akkor néhány év alatt egy Szeged nagyságú város, 130 ezres város jöhet össze itt Magyarországon. Ennek a költségei, a fönntartási és működtetési költségei, a kötelező kvóta anyagi következményei, azok akár 15 milliárd forintos költséget is jelenthetnek havonta, hiszen egy évben 130 ezer forintot kell költeni egy illegális bevándorlóra, akit kötelező kvóta segítségével szétterítenek Európában. Még egyszer szeretném a kormány álláspontját világossá tenni és hangsúlyozni. Az mindenkinek a maga döntése és az ezzel járó kockázata, hogyha meghívja a bevándorlókat a saját maga országába. Németországnak vagy más országoknak ezen lépéséből nem következhet Magyarországra nézve kötelező betelepítési kvóta. Magyarország senkit nem akar a bevándorlók közül behívni az országba, senkit nem akar betelepíteni. Láthatóan a magyar társadalomban és Magyarországon nincs szükség illegális bevándorlókra vagy kötelező betelepítésre. Ha pénzünk van, akkor elsősorban a magyar családoknak kell segítséget nyújtanunk a következő időszakban.
Ezért az Európai Bizottságnak meggyőződésünk szerint fölül kell vizsgálnia a kvótával kapcsolatos, meggyőződésünk szerint jogszerűtlen döntését, nem csak a jogi aggályok miatt, hanem azért is, mert a merénylet sorozat, a folyamatos terrorveszély, amely jelentkezik naponta Európa fővárosaiban, azt jelenti, hogy ennek a terrorveszélynek a kockázatát teríti szét a kvóta. Ahová kötelező betelepítés lesz, oda jut nem csak a betelepítettből, hanem a kockázatból, a fenyegetésből és a terrorveszélyből is. Az Európai Bizottságtól tehát azt kérjük, hogy ne csak a jogi aggályok miatt, hanem a megváltozott helyzet miatt is ezt a döntését érdemben és sürgősen vizsgálja fölül, hiszen az elképzelhetetlen, hogy az ellenőrizetlenül, kontrollálatlanul, biztonsági követelményeknek nem megfelelve beérkező illegális bevándorlókat, akik közül igenis vannak, akik potenciális terrorveszélyt jelentenek Európára, szétterítik Európa országaiban, növelve ezzel a biztonsági kockázatot, a feszültséget és a nehézségeket. Magyarország minden anyagi támogatást, minden emberi és tárgyi támogatást kész ahhoz megadni, hogy Európa megvédje a határait, akár Görögországban, akár máshol, és készek vagyunk a felajánlott rendőri segítség mellett további V4 keretében megvalósuló segítséget, anyagi támogatást biztosítani annak érdekében, hogy Európa képes legyen ellenőrizni, kontrollálni és biztosítani a határokat, és lehetőség szerint, meggyőződésünk szerint megállítani a bevándorlást. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit már sokszor elmondott a miniszterelnök úr is, és a kormány is, alapvető nézeteltérés van az Európai Unió nyugati fele és középső fele között. A nézeteltérés lényege, hogy a nyugati országok a terrorveszély ellenére is továbbra is meg akarják szervezni az Európai Unió felé irányuló bevándorlást. A közép-európai országok pedig meg akarják állítani ezt a bevándorlást. Azt szeretnénk remélni, hogy az elmúlt egy hét eseményei figyelmeztető jel minden egyes európai vezető számára, hogy további kockázat vállalására nincs lehetőség, sőt, úgy tűnik, hogy potenciális veszélyforrásokat engedtünk be az Európai Unió területére. Annak ellenére, hogy Magyarországot a nemzetközi sajtó biztonságos országnak tekinti, rendelkezünk olyan titkosszolgálati információkkal, amelyek a magyarországi kockázat tekintetében is előrejelzéseket tartalmaznak, a Balkán tekintetében, a bosnyák helyzet tekintetében pedig ismertek nemzetközi szintéren és a nemzetközi sajtóból is azok az állítások, hogy az iszlám állam számára ez egy expanziós terület, amelyet célja van az iszlám államnak. Tehát azt gondolom, hogy a magyar kormánynak az eddigi álláspontja, elővigyázatossága és körültekintése maximálisan indokolt volt. A kormány áttekintette azokat a híreket is, amelyek az embercsempészet helyzetével kapcsolatosak. Ugye Magyarország jó példa arra, hogy mindaz, ami történt az illegális bevándorlással kapcsolatban, az nem a véletlen műve. Korán sem arról van szó, hogy politikai krízis elől menekülő emberek jöttek volna Magyarország határára. Ez idáig csak az idei esztendőben 1100 embercsempész került büntető eljárás alá, akik folyamatosan szervezték Magyarországon vagy Magyarország felé az illegális bevándorlást. Nyilván az embercsempészek száma most nem növekszik, hiszen a határ kerítéssel védve van, törvénnyel védve van, katonákkal és rendőrökkel védve van, tehát az embercsempészek számára nincs tér, nincs lehetőség és nincs mozgástér. De ha összenézem azokat az eseményeket, hogy megcáfolhatatlanul igazak azok a hírek és állítások, hogy az illegális bevándorlással a terrorizmus is megjelent Európában. És ha ehhez hozzáveszem, hogy ez szervezett akció volt, amiről mi nagyon sokszor beszéltünk már május-június hónapban, akkor ennek a kockázata sokkal nagyobb, mint azt előzetesen bárki is gondolta volna, és a veszély, ami az illegális bevándorlásból következik, sokkal jelentősebb, mint ahogy azt akár csak egy hónappal ezelőtt is bármelyik európai vezető föltételezhette volna. Szeretnék röviden tájékoztatást adni arról a második témáról, amivel a kormány alaposan foglalkozott, ez pedig az Európai Bizottság értesítése arról, hogy a paksi atomerőmű kapacitás fenntartásával kapcsolatban egy újabb eljárás megindítására kerül sor. Nem csodálom az újságírók, hogy is mondjam, csak kérdéseinek özönét, tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság időnként támogató döntéseket hoz, időnként pedig eljárásokat indít a paksi atomerőmű ügyében.
Több eljárásról is tudnék most beszélni, de most arról beszélek csupán Paks ügyében, amely a minapi esemény, illetve a mai történés. Még ezen kívül legalább 3-4 olyan ügyet tudnék mondani, amelyben folyamatosan konzultálunk, és legalább 3-4-et tudnék mondani, amiben egyességgel lezárult a vita. 2013. novemberében a magyar kormány tájékoztatta az Európai Bizottságot arról, hogy Oroszországgal egy kétoldalú államközi megállapodást köt a magyarországi nukleáris létesítményekkel kapcsolatos együttműködés érdekében. 2015. novemberében döntött úgy az Európai Bizottság, hogy megvizsgálja ezt a kétoldalú megállapodást. Túlzás nélkül állíthatom, hogy egy bürokrácia csökkentő csomagra Brüsszelben is szükség volna, hiszen 24 hónap gondolkodási idő után jutott arra az Európai Bizottság, hogy az Oroszországgal való megállapodás kérdéses lehet és számára kérdéseket tartalmaz. Időközben ugyanez az Európai Bizottság hozzájárult a megkötött szerződés kapcsán az oroszoktól való üzemanyagvásárláshoz, és hozzájárult ahhoz is, hogy az atomerőműnek mi legyenek a jövőbeni műszaki paraméterei. Most azonban az Európai Bizottság 2 év után elszánta magát, és kérdéseket tesz föl Magyarországnak. Ezeket a kérdéseket természetesen készek vagyunk megválaszolni a konstruktív együttműködés jegyében. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy 2014. január 14-én kapta meg az Európai Bizottságtól Magyarország a fölhatalmazást, hogy Oroszországgal a kétoldalú megállapodást aláírhatja. Barroso akkori bizottsági elnök 2014. január 23-án arról tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy az Oroszországgal kötött megállapodással kapcsolatban elvi kifogást nem kíván támasztani. Jogi eljárások kezdődnek, amelyekben tisztázni kell a szerződések Európai Uniós megfelelőségét. Ezt követően lassan már 3. éve folyamatos konzultációban vagyunk az Európai Bizottsággal, ezt tervezzük a jövőre nézve is. A paksi atomerőmű kapcsán pedig minden megy előre, a paksi bővítés, kapacitás fenntartás kapcsán a kormány szándékai szerint minden megy előre, minden halad előre. Nem véletlenül most ütötte fel a fejét ez a vita, nem politikai vitáról van szó, hanem kereskedelmi vitáról van szó. Magyarországnak joga van-e egy nem Európai Uniós tagállammal egy 12 milliárd eurós kereskedelmi üzleti szerződést megkötni? Az Európai Unió területén működő európai vállalatoknak, nagyvállalatoknak milyen szerepe lehet ennek a szerződésnek a megvalósításában? Számomra a mai napon indult kötelezettségszegési eljárás azt jelenti, hogy a paksi atomerőmű megépítése egy fontos szakaszhoz, a megvalósítás szakaszához érkezett, ugyanis kirobbant egy kereskedelem-politikai vita, ami nem kevesebbről szól, mint arról, hogy az Európai Unió nagyvállalatai ehhez a beruházáshoz, ami Európában is kiemelkedő jelentőségű 12 milliárd eurós beruházás, hogyan férnek majd hozzá. Ez a vita ennél nem kevesebb, és ez a vita ennél nem több. Ilyen vitára nagyon régen volt példa Magyarországot illetően, tekintettel arra, hogy a következő évtized vagy évtizedek legnagyobb beruházásáról beszélünk, ami Magyarország területén meg fog valósulni. Az első kérdés, amit tisztázni fogunk, hogy Magyarországnak joga van-e egy kereskedelmi megállapodást, egy üzleti megállapodást kötnie egy Európai Unión kívüli országgal. Ehhez Magyarország más Európai Uniós tagországokhoz hasonlóan a végletekig fog ragaszkodni. Nem mondhatunk le arról, hogy akár a kínaiakkal, akár a szerbekkel, akár az oroszokkal kétoldalú megállapodásban, kereskedelmi, üzleti kérdésekben megegyezzünk, és ezzel a magyar gazdaság számára fejlődési lehetőséget biztosítsunk. A leghatározottabban visszautasítjuk azt a politikát, amely Brüsszelből meg akarja tiltani azt, hogy akár Kínával, akár az oroszokkal, akár az arab világgal Magyarország kétoldalú kereskedelmi és üzleti kapcsolatot létesítsen. Megértjük az Európai Bizottság kereskedelem politikai törekvéseit, hogy egy ilyen üzleti vállalkozásban az Európai Unió vállalatai kapjanak helyet. Ezért van az, hogy Magyarország az Orosz Föderációval egy olyan szerződést kötött, amelyben azt garantáljuk az Európai Unió felé, hogy az Európai Unióban működő nagyvállalatok, vállalkozások be tudnak kapcsolódni legalább 60%-os mértékben, be tudnak kapcsolódni nyílt verseny keretében, transzparens keretek között, átlátható keretek között az atomerőmű megvalósításában.
A kormány politikai célja az, hogy az Európai Unió területén működő nagyvállalatok számára lehetőséget biztosítson arra, hogy a projekt megvalósításában részt vegyenek. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Magyarország nem biztosított exkluzív vagy kizárólagos jogot egyetlen egy orosz vállalat számára sem. Az orosz kormány a megállapodás lebonyolítására a Rosszatomot bízta meg, amely lényegében egy kormányzati szerve az orosz kormányzatnak, Magyarországon pedig a Nemzeti és Fejlesztési Minisztérium az, amely ennek a programnak a megvalósítója. Arra vállaltunk kötelezettséget, és ezt a jövőben is tartani fogjuk, hogy a Rosszatom és Magyarország közösen egy tendert folytat majd le az Európai Unió területén, amely tender lehetőséget biztosít mindenki számára, magyar vállalkozások számára, és Európai Unió területén működő más vállalkozások számára is, hogy jelentkezzenek és versenyezzenek a 12 milliárd euró elköltése érdekében. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora összeg mindenkinek az érdekeit érinti, és mindenkinek a figyelmét fölkelti. Egy kereskedelem politikai vita zajlik Brüsszel és Magyarország között. A Rosszatommal és Oroszországgal lehet problémája Brüsszelnek, ez Brüsszel dolga. Nekünk az a feladatunk és felelősségünk, hogy Magyarországon az ipar és a lakosság számára az olcsó áramot biztosítani képesek legyünk. Amikor azt mondtam, hogy minden megy előre, akkor ez alatt azt értettem, hogy a magyar kormány kész akár bíróság elé is vinni az ügyet. Természetesen arra fogunk törekedni a következő két hónapban, hogy egyeztetéseket folytassunk az Európai Bizottsággal, meggyőzzük az Európai Bizottság kételkedőit, és ha szükséges, akkor külön megállapodásokkal, az Európai Bizottsággal kötött külön megállapodás keretében lehetőséget biztosítsunk arra, hogy még inkább az Európai Bizottság számára követhető legyen a beszerzés és a verseny. Ezelőtt a magyar kormány kapuja nyitva áll, amiből nem tudunk engedni, hogy Magyarországon a választópolgároknak olcsó áramvételi lehetősége legyen, és az ipar számára olcsó áram legyen. A magyar kormány szándéka megváltoztathatatlan, ami azt illeti, hogy Magyarországon a paksi atomerőmű kapacitását fönntartsuk. Szeretném azt elmondani, hogy amikor majd ennek a mai kötelezettség szegési eljárásnak az érdemi részét önök újságírók áttekintik, akkor nyilván nehéz lesz, illetve hát szakértelmet is igénylő kérdés lesz a vita lényegét megragadni. A vita egyik lényeges pontja tehát az, hogy Magyarországnak volt-e joga Oroszországgal megállapodni. Erről egyetlen egy ország sem mondhat le, hogy az EU-n kívül üzleteket vagy kereskedelem politikai megállapodásokat kössön. Másrészt pedig, hogy a magyar cégek és az Európai Unió cégei hogyan tudnak bekapcsolódni ebbe a versenybe, és hogyan tudnak lehetőséghez jutni. Mi készen állunk, még egyszer mondom, ennek a feltételeit megteremteni, amiből nem tudunk engedni, hogy az atomerőmű kapacitása az fönnmaradjon, olcsó legyen az áram a lakosság és a választópolgárok, illetve hát az ipar számára. Szeretném azt is elmondani, hogy még egy dologgal fognak találkozni, hogy Magyarország miért nem indított tendert ennek a beruházásnak a megvalósítása érdekében. Visszajutunk a 2013 őszi és 2014-es vitához. Európában jelenleg egyetlen egy olyan atomenergetikai beruházás nem zajlik, ahol tender eredményeképpen választották volna ki a kivitelezőt. És választották volna ki a fővállalkozót, vagy azt, aki az egészért felelősséget visel. Finnországban kiírtak egy tendert, ami megbukott, és ezt követően meghívták a Rosszatomot, aki természetesen az alvállalkozókat megversenyezteti. Franciaországban egy francia állami cég nyerte meg kizárólagosan a lehetőséget és a jogot versenyeztetés nélkül, hogy atomerőművi kapacitáshoz jusson. Nagy-Britanniában a most elinduló atomerőmű építés kapcsán nem volt tendereztetés, mint ahogy Litvániában sem. Tehát Európában jelen pillanatban egyetlen egy olyan beruházás sincs, ahol tender választotta volna ki a fővállalkozót, vagy azt, aki az egészért megvalósítási felelősséget visel. Szeretném azt elmondani, hogy Magyarországon senki nem jelentkezett ennek a projektnek a megvalósítására, aminek nagyon egyszerű oka volt, ami abban rejlik, hogy Magyarország nem csak az olcsó áramhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is ragaszkodunk, hogy ez az atomerőmű hosszú távon örökre magyar állami tulajdon legyen. Ha magyar állami tulajdon az atomerőmű, ha nem egy befektetési lehetőség, akkor ez egyetlen egy pénzügyi befektetőt vagy szakmai befektetőt nem érdekelt. 2008-ban és 2009-ben dokumentálhatóan folytak olyan tárgyalások, amelyek úgy akarták a paksi atomerőmű bővítését elérni, hogy privatizálják az atomerőművet,
és azoknak a befektetőknek a kezébe adják, legyenek franciák vagy oroszok, akik megvalósítják a beruházást. A magyar kormány korábbiakkal ellentétben a magyar kormány politikája most annyiban más, hogy az atomerőműnek állami tulajdonban kell maradnia. Ehhez a konstrukcióhoz senki nem tett ajánlatot, mert állami tulajdonban lévő atomerőműben pénzügyi befektetőként vagy szakmai befektetőként értelemszerűen senki nem tud részt venni. Mi nem egy piaci modellben, hanem egy államközi megállapodásban és egy állami tulajdonban lévő atomerőműben gondolkodunk a következő időszakban is. Azt hiszem, hogy kimerítő volt, amit mondtam, legalábbis magam ebbe a körbe tartozom lassan. Ami lényeges ennek a vitának a kapcsán, hogy 2013. novembertől 2 év kellett, hogy az Európai Bizottság rászánja magát egy levélre, amelyben kérdések kerülnek föltételre, és 2 hónapunk van a kérdések megválaszolására, készek vagyunk az együttműködésre, korrektül meg fogjuk válaszolni a kérdéseket, és vannak bürokrácia csökkentő javaslataink Brüsszel számára, hogy ne tartson 24 hónapig néhány alapkérdés föltétele. A kormány megtárgyalta a ülésén a Földet a gazdáknak programot is. Egy jelentést hallgatott meg a földművelési miniszter és a kormányhivatalokat felügyelő miniszter előterjesztésében. Ezekben a percekben is zajlanak Magyarországon átlátható, transzparens, nyilvános körülmények között olyan földárverések, amely a Magyar Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ kérésére és érdekében történik. A MAGOSZ ötlete és az Agrárkamara ötlete volt, hogy a helyben lakó földművesek számára biztosítsunk földvásárlási, földszerzési lehetőséget. Az akció világosan mutatja, hogy van érdeklődés a föld iránt. Jelen pillanatban már a hitelígérvények száma 60 milliárd forint körül jár, tehát a Magyar Fejlesztési Bankból 60 milliárd forintnyi hitelígérvényt kértek gazdák, akik erre jogosultsággal bírnak. Ez mutatja, és ez naponta 5-10 milliárd forinttal növekszik. Ez a héten alakult ki ez a helyzet, hiszen hétfő reggel még csak 10 milliárd forint volt az igényelt hitel. Abban a pillanatban, hogy elindultak az árverések, és a politikai ellenzék, illetve az oligarchák nem tudták a nagybirtokosok megakadályozni az árveréseket, abban a pillanatban 200-an jelentkeztek hétfőn délután a Magyar Fejlesztési Banknál, és naponta 150-200 jelentkező van 10 milliárdos nagyságrendben. Tehát az árverések elindulása a legjobb reklám az Agrárkamara akciójához és a MAGOSZ akciójához. Több ezer hektár talált már gazdára, és jelen pillanatban ezekben a percekben már 5 milliárd forint körül az az összeg, amely a leütési ár és a licit ár. Ígértem önöknek, hogy a 222 külföldi, nem magyar állampolgár földműves nevéhez a hozzáférést megpróbálom biztosítani. Ennek érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság elnökéhez, Péter Falvi Attilához fordultam, aki kategorikus nemmel válaszolt arra a kérdésemre, hogy a 222 ember neve nyilvánosságra hozható-e. A 222 ember nevének a nyilvánosságra hozására nekem nincsen lehetőségem és nincsen jogom. Szívesen megtenném, magam ismerem a listát, és megnyugtathatok minden kételkedőt, a 222 nem magyar állampolgár földműves, egy jelentős része magyar ember, magyar nevekkel, és nyilvánvaló magyar identitással, aki azonban osztrák, német vagy román állampolgárként nyilván nem kockáztathatta az állampolgársága elvesztését mondjuk egy kettős állampolgársággal vagy a magyar állampolgárság fölvételével, tehát a 222 embernek legalább fele érzékelhetően a nevek alapján magyar ember. Az Európai Bizottság, mint ahogy legutóbb önöknek elmondtam, ragaszkodott ahhoz, hogy a nem magyar állampolgár földművesek számára is nyissuk meg az árveréseken való részvétel lehetőségét. Az árverések rendezett, nyugodt és korrekt formában zajlanak. Az ellenzék lényegében nem tudta megakadályozni az árverések elindulását, és az ellenzéki képviselőtársaim is meggyőződhettek arról, hogy a kormányhivatalok fair és rendezett körülmények között bonyolítják le ezeket az árveréseket. December 31-ig megy az árverések első köre. A kormány folyamatosan tekinti át a helyzetet, újabb és újabb földterületek kerülnek meghirdetésre. Januárban vonunk egy kasszát, és ez alapján döntünk a további lépésekről. Mint ismeretes, a miniszterelnök a parlamentben azt mondta egy ellenzéki kérdésre, hogy véleménye szerint még több föld értékesítésére van szüksége a magyar gazdatársadalomnak, még több földet kell adni a magyar gazdáknak, tehát várhatóan a programot az elmúlt néhány nap tanúsága alapján folytatni szeretnénk. A kormány ennek kapcsán még 2 kérdést tekintett át. Az egyik a
Györfi Balázs képviselőtársam javaslata, aki az elmúlt két hétben hősies próbálkozásokat tesz arra, hogy a több évtizedre megkötött bérleti szerződések kapcsán a gazdatársadalom számára, az új tulajdonos gazdák számára kivívja azt a jogot, hogy a bérleti díj fölülvizsgálatra kerüljön. Három szavazatra került ettől Györfi Balázs képviselőtársam kedden reggel, hiszen három szavazat hiányzott ahhoz, hogy meglegyen az előterjesztéshez szükséges többsége. Nagyon sajnálom, hogy az ellenzéki képviselőtársaim, különösképpen a Jobbik, az a nagybirtokosok oldalára állt. Én azt reméltem, hogy vannak ebben az országban olyan hazafiak, akik legalább annak a programnak megnyerhetőek, hogy Magyarországon az agráriumban 80% a kis és közepes gazdaságokhoz kerüljön, támogatásnak, földnek és lehetőségnek, és 20% maradjon a nagybirtokosoknál. Szeretnénk továbbra is kérni minden ellenzéki parlamenti képviselőt, hogy ennek a megteremtésében, amely a magyar társadalom fejlődése és szerkezete szempontjából meggyőződésünk szerint a legegészségesebb állapot, 80% kis és közepes gazdaság, 20% nagybirtok, ennek az előállításában, ennek az életrehívásában támogassanak és segítsenek bennünket. A kormány Györfi képviselőtársam kérésére áttekintette a helyzetet, és arról tudok beszámolni, hogy a közeli napokban újabb javaslattal élünk a törvényhozás felé. A javaslat reményeink szerint végső megoldást jelenthet. A kormány célja tehát, hogy minden új földtulajdonos számára lehetővé tegye a korábbi földbérleti szerződés fölülvizsgálatát a bérleti díj vonatkozásában, vagy akár a szerződés tekintetében, mármint a szerződés megléte tekintetében. Ehhez újabb eszközök igénybevételéről döntött a kormány, erről a következő hetekben tájékoztatni fogom önöket, tehát nem hagyjuk magára Györfi Balázs képviselőtársunkat, az agrárkamarát és a földet vásárolni akaró magyar gazdatársadalmat, megnyitjuk a lehetőséget a földbérleti szerződések fölülvizsgálata előtt. A kormány döntött a mintagazdaságokkal kapcsolatos kormányrendelet elfogadásáról is, amelynek a szövegezése zajlik, november végén meg fog jelenni, tehát a jövő hét végén véleményem szerint meg fog jelenni. Kétfajta mintagazdaság lesz Magyarországon. Az egyik az állami tulajdonban lévő mezőgazdasági érdekeltségek. Itt első helyen említeném a mezőhegyesi ménesgazdaságot, amelynek az újraalapításáról is döntött a kormány. Ugyanebben a körbe fog tartozni, mint állami tulajdonú szervezet és mint állami tulajdon a Szilvásváradi és a Bábolnai Ménesgazdaság. Ezek biztos, hogy mintagazdaságok lesznek, hiszen az állami tulajdonban és állami érdekkörben lévő lótenyésztés kiemelt jelentőséggel bír az agrárium szempontjából. Ezen kívül lesz egy olyan mintagazdaság típus, amely nem állami tulajdonban lévő vállalkozás vagy vállalkozáscsoportokat jelent, olyan vállalkozást, ahol egy olyan termékpálya van, nem most, hanem már hosszú évek óta, amely a termény előállítása, földolgozása és a végtermék előállítása között egy folyamatot jelent, akár az élelmiszeriparban, akár a húsföldolgozásban ilyen cég létezik Magyarországon. Várhatóan az ő mintagazdasága nyilvánításáról is fog-e rendelet alapján dönteni a kormány. A kormány ülésen részt vett Pásztor István, a VMS elnöke, akivel a kormány megállapodott a vajdasági magyar gazdaság élénkítése érdekében egy 50 milliárd forintos gazdasági fejlesztési csomag indításáról, amely 5 év alatt kerül kifizetésre. Ebből 20 milliárd forint a kormány szándékai szerint vissza nem térítendő támogatás, és 30 milliárd forint a vajdasági magyar vállalkozások számára hitelként fog rendelkezésre állni. A VMS-t és Pásztor Istvánt kértük meg arra, és kértük fel arra, hogy ennek a támogatási rendszernek a kidolgozásában, lebonyolításában, az intézményrendszer fölállításában vegyen részt. Magyarországon pedig a Külgazdasági Minisztérium az ügynek a gazdája. Erről megállapodást kötünk, és ezt a programot 2016-ban már 5 milliárd forinttal útjára is indítjuk, 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. Ez meggyőződésünk szerint a vajdasági gazdaságfejlesztés, különösképpen élelmiszeripar, ipar, mezőgazdaság, turizmus tekintetében nagyon sok munkahelyet jelenthet, és az ottani magyarság gazdasági megerősödésének is a föltétele és egyik meghatározó formája lehet. Szeretném arról tájékoztatni önöket, hogy a kormány meghallgatott egy beszámolót az új közbeszerzési törvény hatálybalépése kapcsán. A közbeszerzési törvény
november 1-től hatályos, és az új közbeszerzési törvény legfontosabb célja, hogy a korábbi időszakkal szemben az állami forintok elköltését megnyissa a magyar kis- és középvállalkozások előtt. Tehát a kormánynak az a célja, hogy amikor az állam Magyarországon pénzt költ útépítésre, szolgáltatások vásárlására vagy beruházásra, akkor abból a pénzből minél több az európai versenyszabályoknak is megfelelő formában a hazai kis- és középvállalkozásokhoz kerüljön. Szeretném azt elmondani önöknek, hogy a nagy beruházások tekintetében Magyarországon akár útépítés, akár magasépítés tekintetében több mint 50%-a a beruházásoknak nagyvállalatokhoz került, elsősorban külföldi nagyvállalatokhoz került az elmúlt időszakban. Olyan szabályrendszert hoztunk, amely alkalmat teremt magyar kis- és középvállalkozások számára, hogy az állami pénzköltésből részt vegyenek, hogy az Európai Uniós pénzköltésből részt vehessenek. Szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az elmúlt héten fölkarolt a hvg.hu a egyik fontos megjegyzés, vagy egy fontos cikk volt, amit érdeklődéssel olvastam, ami a közbeszerzési rendszer működésére vonatkozik. Nem hiszem, hogy a választópolgároknak álmatlan éjszakát okozott, vagy önökben túl nagy érdeklődést keltett volna, de miután a miniszterelnökség működését illeti, mégiscsak szóba hoznám. Ami azt illet, két része volt a megjegyzésnek, az egyik, hogy a miniszterelnökségen működik egy speciális szervezet, ez a közbeszerzésekkel kapcsolatos közbeszerzési főigazgatóság, amely minden állami pénzköltést engedélyez. Az Európai Unió pénzköltését is Magyarországon, az Európai Unió adófizetőinek pénzét, hogy szabályosan, átláthatóan és célszerűen használjuk föl, ez a szervezet engedélyezi. Félreértésük elkerülése véget, azt tudom mondani önöknek, hogy ennek a szervezetnek a gazdája sokkal inkább az Európai Bizottság, mint a kormány. Rendszeresen riportolja és ellenőrzi az Európai Bizottság a közbeszerzési főigazgatóságnak a tevékenységét. 2014-ben kifejezetten jóra értékelte a munkáját, tehát az Európai Unió pénzköltésének egyik fontos szerve Magyarországon jól vizsgázott, és jelen pillanatban az új közbeszerzési törvény előkészítése, majd bevezetése kapcsán is a vizsgálatokon jól szerepelt. Ez a szervezet kiírt jogi munkára egy 5 milliárdos közbeszerzést, ez volt a másik része az újságíró észrevételeinek. Ennek a közbeszerzésnek a szabályait kérték rajtunk számon tekintettel arra, hogy 5 milliárd forintos közbeszerzést írunk ki november 1-je előtt, miért nem november 1-je után, azon egyszerű oknál fogva, mert ennek az 5 milliárd forintnak az elköltésére ugyanazok a szabályok vonatkoztak november 1-je, mint november 1-je után. Tehát semmiféle különbség nincs a november 1-je előtt kiírt közbeszerzési szabályok és a november 1-je után kiírt közbeszerzési szabályok között, ezért tehettük azt meg, hogy november 1-je előtt útjára indítottuk azt a közbeszerzést, amely az Európai Uniós pénzeknél olyan jogi segítséget jelent az Európai Unió számára elsősorban, amely a közbeszerzések átláthatóságát fogja garantálni a következő időszakban. Szeretném azt is elmondani, hogy a kormány mindig foglalkozik uniós ügyekkel, nem csak azért, mert egy uniós ciklus végére érünk, és talán dicsekvés nélkül és reálisan mondhatom, hogy egy nagy kockázatot és egy nagy viharfelgőt sikerült elkergetni a kormány és az ország feje fölül. Én emlékszem azokra a sajtótájékoztatókra 2012-13-ban, amikor minden újságíró azt kérdezte a miniszterelnöktől és a kormány tagjaitól, az akkori fejlesztési minisztertől, majd később tőlem is, hogy vajon lesz-e forrásvesztés Magyarországon, hiszen az Európai Bizottság úgy látta, hogy a források egy jelentős részét Magyarország nem tudja felhasználni. Arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy azt hiszem, hogy ma már kockázat nélkül mondhatom, hogy Magyarország a rendelkezésre álló összes forrást, sőt, még a források fölötti lehívást is eszközölt, tehát minden egyes Európai Uniós forrást képesek voltunk, és képesek vagyunk az utolsó két hónapban is elkölteni Magyarországon az Európai Unió által megszabott játékszabályoknak, és reményeim szerint az ország érdekeinek megfelelő formában. Azt gondolom, hogy ez az év végére, a kasszazárás pillanatára 9000 milliárd forint lesz, amelyről érdemes lesz majd beszélnünk, hogy ez hogyan járult hozzá Magyarország fejlődéséhez 7 esztendő alatt. Ebből minden magyar választópolgár részesült, akár a saját jogán, akár a vállalkozása jogán, akár annak a közösségnek a jogán, amelynek polgára, annak a városnak vagy falunak a jogán, ahová tartozik és ahol él, vagy akár a hazánk jogán, hiszen az ország
hogyha az újságírók elindulnak bármely irányba, akkor láthatják, hogy minden közösségben, minden településen zajlanak még most is Európai Uniós fejlesztések. Ez az Európai Unió adófizetőinek a pénzéből valósul meg, még akkor is, hogyha a 9000 milliárdból szerintem 3500-4000 milliárd forint a mi befizetési részünk, és körülbelül hasonló nagyságrend az, amit az Európai Bizottságtól kapunk. Ezen vannak viták, hogy ezt most miért is kapjuk valójában, nyilván azért, mert a piacainkat megnyitottuk 2004 után. Én azt gondolom, hogy ennek az összegnek a felhasználása a parlament számára tanúságos, és én szeretném javasolni, hogy az országgyűlés, tehát decemberben azt a javaslatot teszem az országgyűlés számára, vitassa meg az első 7 éves fejlesztési ciklus tanúságait. Csak ha már a kifizetéseknél tartunk, a 9000 milliárdból 2007 és 2011 között 900 milliárdot sikerült kifizetni. 2013-ban a kifizetés 4000 milliárd forint volt, és másfél év alatt kellett kifizetni 5000 milliárd forintot. Azt gondolom, hogy azok a kormányzati tisztviselők, és ritkán hallanak ilyet a számból, ezért merem most az egyszer ezt elmondani, aztán most 7 évig nem fogom mondani. Azok a kormányzati tisztviselők, akik ennek a pénznek a megmentésében, beszéljünk világosan, részt vettek, kiváló munkát végeztek, független attól egyébként, hogy a mostani kormány alkalmazta őket, vagy az előző idején nyerték el közszolgálati kinevezésüket. Lesz majd arra alkalom, hogy meg is köszönjem a munkájukat. Szeretném elmondani önöknek, hogy a BKV finanszírozását is tárgyalta a kormány. 24 milliárd forint átutalását a fővárosi önkormányzat számára jóváhagyta a kormány, és arra kérte Orbán Viktor miniszterelnök Varga Mihály miniszterurat, hogy újabb tárgyalásokat kezdeményezzen a főpolgármester úrral a BKV hosszú távú finanszírozásának megoldása érdekében. A kormány megtárgyalta a Széchenyi Könyvtár új épülettömbjének építésével kapcsolatos előterjesztést is. Új nemzeti könyvtár létrehozásáról döntött a kormány. A kormány felhatalmazta az emberi erőforrások miniszterét, hogy egy ötletpályázatban hívja meg a magyar építésztársadalmat, és kérjen véleményt arról az elképzelésről, amely arról szól, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum mögötti területen, a Palota negyedben, a Magyar Rádió környékén valósulna meg az új nemzeti könyvtár tömbje a következő években. Egy ötletpályázattal indítjuk tehát ezt a munkát, erről döntött a kormány. A kormány egyeztetéseket folytatott a Magyar Tudományos Akadémiával, a Martonvásári Agrárkutató Intézet fejlesztésével kapcsolatban. A magyar kormány kész a Martonvásáron egy új agrárkutató intézet létrehozására, illetve a meglévő támogatására. Az elmúlt években az akadémia kutató intézeteinek elhelyezéséhez és működéséhez súlyos milliárdokkal járultak hozzá az adófizetők. Most a kormány döntése alapján az agrártudomány, illetve az agrárkutatás, az akadémia agrárkutatási tevékenysége került támogatásra Martonvásár tekintetében. Egy 10 milliárd forintos nagyságrendről beszélünk, ami a fejlesztési keret lehet az akadémiával, a részletek kidolgozását megkezdjük. A kormány döntött arról is, hogy a gazdasági miniszter előterjesztése alapján elfogadja azt a javaslatot, amely Budapest és Pest megye szétválasztására vonatkozik. Tehát 2020-tól a kormány elfogadván a javaslatot, azt támogatja, hogy Budapest főváros önkormányzata és Pest megye fejlesztési régió szempontjából váljon ketté, Pest megye legyen önálló fejlesztési terület. Ennek a módjáról azonban nem hozott döntést a kormány, mert konzultálni szeretnénk minden Pest megyei választópolgárral, mégpedig az önkormányzatokon keresztül. Orbán Viktor miniszterelnök azt kérte Pintér Sándor belügyminisztertől, hogy forduljon a Pest megyei önkormányzatokhoz, kérje a képviselőtestületek véleményét, és kérdezzük meg a képviselőtestületeket, polgármestereket, önkormányzatokat, mi az elképzelésük arról, hogy Pest megyének milyen szervezeti formában kell működnie. Egyik lehetőség, hogy Budapest és Pest megye ketté válik, és Pest megye marad ebben a formában, de vannak még más lehetőségek is, hiszen az elmúlt időszakban többször felmerült, hogy az érintett települések, Pest megye települései a szomszédos megyékhez csatlakoznak. Kérdés, hogy az önkormányzatok hogyan döntenek. A kormány támogatja, hogy Pest megye és a főváros külön váljon, de ennek a módjába, a döntésbe mindenféleképpen elsőbbség illeti a Pest megyei önkormányzatokat, illetve a Pest megyei településeket. Még jó néhány kérdéssel foglalkozott a kormány, amiről szívesen beszélek önöknek majd kérdései kapcsán, hiszen számos aktuális téma is fölmerült itt az elmúlt napokban.
Például a kormány az Alkotmánybíróság döntését is áttekintette, ami a Questor üggyel kapcsolatos. Az Alkotmánybíróság egy izgalmas döntést hozott. Az ügy nyilvánvaló visszakerül a törvényhozásba. Az is egyértelmű, hogy általános kártérítési és kárpótlási szabályokat nem lehet megállapítani, mint ahogy az Alkotmánybíróság a kárral szerzés intézményének tilalmára is és folyamatának tarthatatlanságára is fölhívta a kormány figyelmét. A legfontosabb döntés, hogy a bankszövetséggel szeretnénk arról egyeztetni, hogy mi a jövő, hiszen a bankok teherviselésbe való bevonását az Alkotmánybíróság lényegében értelmezésünk szerint jóvá hagyta. Tehát a Questor ügyben egyeztetés következik, és az egyeztetés után kerülhet a törvényhozásba vissza ez a kérdés a következő időszakban. A kormányülésen bár nem került szóba, de a sajtó a értelmi és értelmezési kérdéseim kapcsán, megértési kérdéseim kapcsán egy polémiát indított el, és nem tudom megcáfolni azokat a sajtóföltételezéseket, hogy időnként nem értem a hozzám intézett kérdéseket. Tehát azt tudom mondani, hogy vannak olyan kérdések, amelyek meghaladják az értelmi képességeimet. Legutóbb Mesterházi képviselő úr, akivel itt néhány perccel ezelőtt a folyosón is volt módom személyesen is beszélni, kérdést intézett hozzám, mint ahogy megtudtam más minisztertársaimhoz is, akik rendelkeznek azzal a képességgel, hogy megértsék a kérdéseket, így aztán magam a leggyöngébb értelmi és értelmezési képességgel rendelkező miniszternek is mondhatnám magam, de nem volt világos számomra, hogy mit szeretne Mesterházi képviselőtársam, amikor az iránt érdeklődött, hogy az államtitkároknak milyen érdekeltségei és az államtitkárok családjainak milyen gazdasági érdekeltségei vannak, amelyek Európai Uniós támogatásokat kaptak. Mind az érdekeltség szó értelmezést kívánhatna, és a család is most az államtitkár társaimmal egyháztartásban élő családtagokra, közeli hozzátartozókra vagy a testvérsógorára gondol, nem volt világos számomra. Most teszek egy kísérletet, hogy mégis csak értelmezzem ezt a kérdést, és két államtitkár kollégámnak a gazdasági tevékenységéről röviden számot adjak önöknek. Az egyik a kedvencük, Elsimon László, a másik pedig a gazdák kedvence, Kis Miklós államtitkár úr, aki a vidékfejlesztésért felel. Azt tudom mondani Mesterházi Attila és a közérdeklődése kapcsán, Kis Miklós államtitkár kollégám mezőgazdasági tevékenységet folytat tekintettel arra, hogy földműves, ami eddig sem volt titok, hiszen az Agrárkamara ifjú gazdati tisztviselőjeként, agrárkamarai vezetőként kértem föl vidékfejlesztési államtitkárnak. Édesapja agrártámogatásokban részesül, hiszen gazdálkodik, és ő maga is kinevezése előtt, 2014. június 6-a előtt agrártámogatásban részesült. Tehát Kis Miklós államtitkár kollégám, valóban gazdaember, az édesapja is hosszú évtizedek óta gazdálkodik, Mesterházi Attilát biztos szívesen látják a Szamóca földön, hogy megmutassa a gazdasági tevékenységet, akár be is vonják ennek a munkának az elvégzésébe. Elsimon László képviselő úr gazdasági tevékenységével kapcsolatban azt tudom önöknek elmondani, hogy van egy olyan cége, vagy volt jobban mondva egy olyan cég érdekeltsége Elsimon László képviselő úrnak, aki 2009-ben Mesterházi Attila kormánypártisága idején AKG kertészeti támogatásban, géptámogatásban részesült. Föltételezem, hogy nem Mesterházi Attilának, hanem a saját munkájának köszönhetően, és az elmúlt időszakban pedig Elsimon László nem vesz részt a cégek irányításában, ügyvezetésében. Mint sokszor megbeszéltük már, a cégei nem kapnak állami megrendelést, én pedig próbálom az üzletvilágából a költészet világa felé visszavezetni az államtitkár urat, kérvén őt arra, hogy legyen tekintettel erre a magas közhivatalra, amit visel, és lehetőség szerint inkább a költészet, mint az üzletvilágával foglalkozzon államtitkárként, második vagy harmadik tevékenység jegyében, hiszen a hazaszolgálata az első a hivatások sorában. Ennyit szerettem volna előjárójában elmondani, és szívesen válaszolok a kérdéseikre.